Hazai vereséggel debütált a kispadon az új labdarúgó szövetség kapitány Pintér Attila, aki elsősorban védekezésre tanítaná válogatottját összetartásain. A Győrben ezúttal nyerő finneket az EB selejtezőkön is megkaptuk, a románokkal együtt. Ezen válogatottak ellen az aranycsapat tagjaként játszó Buzánszky Jenő még a 8-0-as és az 5-1-es győzelmeket ismerhette meg. A dorogi legendával beszélgetünk a mai a kilátásairól, illetve a napokban Kispest és Felcsút között ismét lángra kapott Puskás örökség vitáról is szót ejtünk. Jó reggelt kívánok, üdvözöllek. Hogy tetszett az új válogatott a Finnország ellen? Hogyan? Hogyan tetszett az új válogatott játék a Finnország ellen? Hát, ugye végeredményben a futball az mikor az mielőtt visszalad a pályára a játékos, mind a két oldalról, mind a kettő önbizalommal van ahhoz, hogy győztesként jön le a pályáról, ez egy természetes valamilyen dolog. De hát ugye a sikereket nem adják ingyen, azért nagyon meg kell érte felelni, és nagyon kell csapatmunkát végezni. És ennek a lényege az, hogy ugye most így itt elhangzott, ugye, hogy az új szövetségi kapitány a védekezésre készteti, állítsa össze a brigádot, a csapatot. Hát nem egészen tudok egyet érteni, mert hát azért a futball az gólra megy, és hogyha én csak védekezek, akkor kaphatok gólt, és nem rúghatok gólt, de ha én elkezdek támadni, akkor esélyem van ahhoz, hogy gólt rúghatok belőle. Na de hát ugye ez végeredményben ezt meg kell a játékosoknak a lelki világukból tudni, hogy a futball az nem önmagáért van, hanem a közönségért van, ha címeres, az pedig egy országért van. Tehát ezeket a mentalitásokat is kell, és ezt a szövetségi kapitánynak is elő kell tudni segíteni, hogy hát fölkészüljenek ahhoz, hogy a jelen pillanatban, most azért ugye bármennyire is szereti az ember a futballt, mélységben vagyunk. Mélységben vagyunk. És azt mondd meg, és arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye amit most a szövetségi kapitány mond, hogy itt a válogatott összetartásain védekezni kell tanulni. Tehát ezeknek a játékosoknak meg kell tanulni együtt, ahogy mondják, együtt mozgásokat, tolódásokat, mert hogy ezt ezek szerint eddig nem tudták volna. Na most, amikor ti fociztatok, akkor válogatott keret gyakorlásokon kellett megtanulni azt, hogy védekezzen az ember? Hát nem tudom, hogy abban, hogy ilyen gyakorlás ugye nem volt, hanem lényegében ugye az, hogy nálunk ugye a mai világban furcsa dolog, ugye 5 csatár volt mindenképpen, de ha nézem még azt, hogy a Bozsik is támadó szellemi volt, akkor 6 csatárunk volt, mert mi mindig azzal mentünk ki, hogy egy góllal többet rúgni, mint az ellenfél, tehát ehhez pedig támadni kell. Tehát végeredményben ugye jó párszor már mindjárt az első percekben is gólt tudtunk elérni, mert mi ugye meglepődtek rajta, hogy egyszerűen megyünk, és ugye szakmailag, ha nézi az ember, akkor ugye az 5 csatár ugye ment előre támadni, akkor ment a 2 fedezet, ami volt a Bozsik Zakariás, ment utánuk, a védők az a 3-an ott hátulról, pedig szintén mentünk utánuk. Tehát, hogyha kirúgja az ellenfél a labdát, akkor ne legyen üres terület, hogy futni kelljen oda, hanem legyen ott az ember. Na de most ugyanez a csatárok is, akár a Puskásékat, a Hidegkutit, bármelyiket nézi az ember, azok ugyanúgy jöttek hátrafelé, ha támadott az ellenfél. Tehát nem az, hogy az a 3-nak védőnek kell lenni, és akkor az ne is menjen előre, mert akkor nem ér ide vissza, hanem ugye így harmonikással. Együtt kellett mozogni, igen. Ugye, tessék? Együtt mozgott minden csapat. Együtt mozgott előre is, meg hátra is. Tehát mindenkor ott voltunk, a másik oldal pedig az, hogy ugye annak idején a csapatokban a csapatkapitányok voltak a főszereplők, amikor én úgy szoktam mondani, hogy amikor a bíró belefújt a sípjába, az edzőnek a mandátuma lejár, ugye, mert ma látja az ember ottan mutogatnak, meg igyekeznek,
Hordítoznak. Hordítoznak a tacsvonal mellett. Ugye, annak idején ugye megvolt a taktikai értekezlet, ugyanúgy megvolt az ellenfélnél is a taktikai értekezlet, tehát a pályán levők, csapatkapitányok, hát valamikor mindig a legjobb játékosok voltak mindenütt, a csapatkapitányok, ha csak most így közbevágok, ugye például a Di Stefano a spanyoloknál, a Puskás oda ment, egy év múlva már ő lett a csapatkapitány. Tehát mindig a legjobb játékos volt, aki bizonyos fokig fölmérte azt, hogy most ugye mi esetünkben, na most történetesen mondom, hogy a bal védelmük néz ki gyengébbnek egy olyan negyed óra múlva, akkor na gyerünk a jobb szárnyunkat támogatni. Melyik csapat szárny erős nekik, a védekezés az pedig akkor ugyanúgy most például önállok is mondjuk a jobb szárny, akkor Lóránt odébb ment a Lantos felé, én megmentem beljebb. Tehát az a lényeg, hogy a mérkőzés elkezdődött, onnantól kezdve az edző utasításait a csapatkapitányon keresztül érvényesítettétek már a pályán. Mert, igen. Hát ugye... Na de bocsáss meg, hogyha már itt a csapatkapitányról és Puskásról szó esett, tényleg kíváncsi volnék arra, hogy hogyan látod ezt a vitát Puskás öröksége körül, amit most láttunk, tehát hogy a Honvéd szurkolók, és ugye a Fehérvári stadionban kirakott, meg ki nem rakott drapéria, Puskás Kispest Hungary. Mit mondana öcsi most, hogyha látná, hogy így vitatkoznak róla? Abszolút nem is szabadna, hogy téma legyen. Mert végeredményben ugye a felcsút, ugye az Puskás, a Honvéd az már csak ott játszott. Tehát ebben nincsen semmi se, hogy mostan ugye, hogy azt mondjuk, hogy a Puskás ellen játszik, mert már ez már a múlté. Hát én szerintem nem ezzel kellene foglalkozni, hanem azzal kellene foglalkozni, hogy minél jobban tudjanak játszani, mert hát azért ugye a magyar emberek hozzá vannak szokva azért, hogy eredményeket lássanak a pályán, mert meglátszik a stadionokban, a közönségen, ugye, hogy milyennyivel kevesebben vannak, és hát ugye, mert a futballt az pályára vinni, azt nem a közönség viszi, hanem a játékosoknak kell tudni megélni. Na most ugye a másik oldala pedig az, hogy ugye összeszokottsággal is kell kétségtelen a szövetségi kapitánynak ugye kiválasztani azokat a játékosokat, akik. Na most ugye jelen pillanatban egy óriási baj van véleményem szerint, hogy külföldről csapatoknál játszó játékosok vannak elég szép számmal a válogatott csapatban. Ugye, és akkor ha megnézik, ugye egy németek más stílus játszanak, angolok is más stílus játszanak, a hollandok is, most már oroszok is vannak, ugye ezek mind más stílusok. Na most ezt ugye egy hét alatt nem lehet úgy összefonni, hogy a stílus az egyforma legyen, és én pedig én említettem meg, hogy egy B-válogatottat kellene, ha már egyszer így van, akkor egy B-válogatottat, amelyikben csak magyarok vannak benne, és a Magyarországon játszó játékosok, így van, igen. És nemzetközi meccseket játszanak, mert a mi időnkben még C-válogatott is volt, mert annyi jó futballista volt. Tehát, hogy te azt mondod, hogy kellene lennie egy ilyen úgymond ilyen ligaválogatottnak, és így van, azon is kellene játszani. Azokból ugye hazaiak, az mégiscsak másabb lendülete vannak, mert ugye külföldről azért úgy engedik el, nehogy megsérüljé, ugye, mert mi tartunk el téged. Te mit gondolsz most az Európa-bajnoki sorsolás után? Egy szokásos hurra optimizmust lehet látni, na most aztán végképp biztos, hogy ki fogunk jutni, na hát most már innen kötelező a kijutás, itt meg kell lenni az első-második helynek, de legalább annak a csoport harmadiknak. Ehhez képest te osztod ezt a... Az előbb azt mondtad, hogy mély ponton vagyunk, hát, ezt el kell ismerni. Azt osztom, hogy ki kellene jutni. Ki kellene. Ez minden magyar ember ezt kívánja. Igen. Ugye, de. Ugye ilyenkor van a de. Szó az benne, hogy van-e olyan erőnk nekünk, van-e olyan csapatunk, aki meg tud küzdeni érte. Mert ez egy küzdősport.
és hát ugye az 90 percig mocorogni kell a pályán, előre, hátra, oldalra, mindenféleképpen, és segíteni egymáson, ugye a pályán, ugye, mert például ugye nekem is volt például olyan, hogy Puskás ugye ugrott ki balonszekötőbe, és a 20 méteres keresztlabdát próbáltam neki, nem egészen úgy ment. Ugye akkor na, volt, amikor mondta a Puskás nekem, hát hé, bányász, milyen dressz van rajtam. Ugye? Kivel és nem, együtt, nem megsértődni kell, igaza volt, nem ment oda a labda. Tehát jobban kell koncentrálni az embernek ahhoz, hogy hogyan menjen. Tehát egy csapatban össze kell szokni, és meg kell, hogy hívják, hogy szeretni egymást mostanában különböző helyeken is vannak, és erre kellene valahogy fordítani energiát is a szövetségkapitánynak is, hogy jobban megértsék egymást, hogy mindegyiki azért van, hogy örömet szerezzen a magyar embereknek. Tehát te szeretnéd, hogy kijussunk, de nem vagy benne biztos, hogy sikerülni fog? Hát nem könnyű dolog. Nem könnyű dolog, mert ugye, ahogy nézi az ember, azokon mindegyik olyan önbizalom, hogy én mostan ebben a csapatban játszok nyugaton, Angliában, másik izé, most te mit jár a szád, magyarországi izéval. Szóval nem nincsenek bennük az az igazi, hogy hívják, akaraterő, ami elengedhetetlen feltétele, hogy az ember eredményt tudjon nyújtani. Jenő bácsi, bocsáss meg, a végére értünk, akkor én azt mondom, hogy a te üzeneted ezek szerint az, hogy legyen akaraterő, kitartás, mindenki küzdjön a pályán, és legyen közösség a csapatba. Hát reméljük, hogy összejön. Én értem a kétkedéseidet is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hát nincs mit, reméljük, hogy nagyon sokszor hallják, hogy szép volt, fiúk, és hajrá, magyarok. Így legyen. Köszönöm szépen.